Várpalotán is megemlékeztek a kommunista diktatúrák áldozatairól. 49. alkalommal rajtolt el a Schmidt-Ferenc futóverseny. Megnyílt Ősi Kovács Imre aranyecset díjas festő kiállítása a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban. Közel 10 milliárdos költségvetésből gazdálkodhat idén Várpalota város önkormányzata. Köszöntöm a Hírmozaik nézőit! A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek az elmúlt hétfőn a PSC Faller Jenő szakgimnáziuma szakközépiskolája és kollégiumának konferencia termében. Az eseményen Kampánári Talabér Márta Várpalota polgármestere mondott köszöntőt, majd dr. Galambos István a NEB hivatalának történésze tartott előadást a témában. Az országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommunista párt az ellenszegülő kiiktatásával a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Jóval többre tehető azonban azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg is lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport, politikai vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől. Február 25-én rájuk emlékezünk. A várpalotai eseményen Kampánári Talabér Márta, a polgármester mondott megemlékező beszédet. Sokáig hazudtak nekünk a történelmünkről. Mindig azok, akik leverték a szabadságharcainkat. A gyilkosok, a hóhérok, a pribékek, a vérbírók és a hazárulók. Kihasználták a világháború hosszúra nyújtott árnyékának sötétjét, és a fasizmus bélyegét nyomták rá olyan tisztelelkű szabadságharcosokra, akiket a haza üdve vezetett az önfeláldozás barikádjaira. Ma sincs ez másképp. Új köntösbe bújtak, és mindenkit lefasisztáznak, vagy éppen náciznak, aki nincs azonos véleményen velük. A vörösmészárosok idegen katonákkal támadtak a saját nemzetükre. Egész nemzedékeket kínoztak meg, börtönöztek be, üldöztek el, és öltek meg. Megfosztották az országot a szabadság, a fejlődés és a biztonság semmi mással nem pótolható élményétől. Elvették az emberektől a család, a vallás és a magántulajdon szentségét. Meghamisították a történelemkönyveket, szétverték a mezőgazdaságot, megerőszakolták az ipart, megfojtották a kultúrát, egymásra uszították a fővárost és a vidéket. A városvezető leszögezte, a kommunista diktatúra tehet róla, hogy még ennyi évvel a felemás rendszerváltás után is sokan úgy érzik, sem a saját életükben, sem a nemzet sorsában nincs mit tenni, mert nem mi fogjuk a gyeplőt, és különben is mindig a rossz oldalra álltunk, és bűnös nép vagyunk. Nem vagyunk bűnös nép. Nem álltunk mindig a rossz oldalra. Minden ilyen kis hitű mondat egy-egy rács a kommunisták szellemi börtöncelláin. Nem érünk többet másoknál, de kevesebbet sem. 1956-ban fiatalok és idősek, munkások, parasztok és egyetemisták, bal- és jobboldali érzelmű emberek egyetlen messzire hallatszó dübörgéssel pattantak talpra, hogy ökölbe szorított kezük a térdékbérben gázoló hatalom asztalára csapjon. Elég volt. Mit bizonyít ez? Hogy a magyar nemzet igenis képes a jó oldalra állni. A legnehezebb időben is képesek vagyunk nagyszerű teljesítményekre. Sőt, néha bizony úgy érezzük, hogy csak a legnehezebb időkben vagyunk képesek az igazán nagyszerű teljesítményekre. Képesek vagyunk felülemelkedni a nyomor és a megosztottság akadályain, képesek vagyunk összekapaszkodni és megmenteni, utána pedig megváltoztatni az országot. Kampánári Talabér Márta hangsúlyozta, élnünk kell hazánk lehetőségeivel. A jogállam, a demokrácia, a függetlenség és a szabadság vívmányaival, melyek olyanok, mint a levegő és a víz, csak addig érezzük őket természetesnek, amíg rendelkezésünkre állnak, de hiányuk azonnal emlékeztet bennünket pótolhatatlan fontosságukra.
Mi volt az apja? Szólt, mikor megitt a kávéját. Tanár. Tanár? Nagyon szép. És diktált. Írja, kapitalista családból származom. Nem, mondtam. De a nő már lekopogta. A folytatásban Vasili Zsolt elnök vezetésével a Palotai Turultársaság tagjai adtak az alkalomhoz illő verses zenés műsort, majd dr. Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának történésze tartott előadást a kommunista diktatúra Várpalotán címmel. A TSZ-eket úgy látta a helyi városi vezetés, a pártvezetés, hogy nem tudja másképp megszervezni, csak egy terror után. Kell hozzá nekik egy terrorakció. Akkor lesznek képesek ezt végrehajtani. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, amit csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyó, erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Áll a bennünk testet, testet ölt. A rendezvény keretében megtekinthető volt a sorsfordítás, a paraszti társadalom felszámolása, 1945 és 62 között című vándorkiállítás az intézményben, majd a program koszorúzással és mécses gyújtással zárult a Faller iskola falán található emléktáblánál. Koszorúzással egybekötött főhajtást tartottak az elmúlt csütörtökön a gulágra hurcolt áldozatok emléke előtt Várpalotán, a gulág emlékhelynél. A megemlékezést szervező Maraton Tömegsport és Környezetvédő Egyesület elnöke Méreg József beszédében a civil szervezetük által gondozott emlékhely jelentőségét méltatta, majd Gábris József előadásában hangzott el egy gulági fogoly verse. Az eseményen több helyi civil szervezet helyezett el koszorút az emlékmű talapzatán. Mintegy 800 ezer magyart hurcoltak 1944 őszétől hadifogóiként vagy internáltként a Szovjetunióba több éves kényszermunkára, a magyar hatóságok 6-6-os közreműködésével koholt vádak alapján. A meghurcolt 100 ezrekre, köztük a Várpalotáról és térségéből internált 38 fogolyra emlékeztek a Veszprémi úti emlékhelynél február utolsó napján. Az eseményen több civil szervezet helyezett el koszorút az emlékműnél, köztük az Együtt az Egészségért Természetgyógyász Egyesület, a Gábor Áron Nyugállomány Jóak Klubja, a Loncsosi Baráti Kör Egyesület, a Palotai Turultársaság, a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör, a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület és természetesen a megemlékezés szervező Maraton TKE is. Az ünnepi megemlékezést követően a megjelenteket baráti beszélgetésre invitálták a szervezők, ahol forralt borral és zsíros kenyérrel kínálták a vendégeket. A 49. alkalommal rajtolt el szombaton a Schmidt-Ferenc futóverseny mezőnye. A start előtti pillanatokban a pétfürdői Albert pihenőparkban felállított kopjafánál a résztvevők virágokkal emlékeztek a verseny alapítójára, Schmidt-Ferencre és Hári Gyula spartatlon versenyzőre. A bírák összesen 4 kategóriában osztottak érmeket. A verseny abszolút győztesei a hölgyek között Eizerel Judit, a férfiaknál pedig Bátor Péter volt. Délelőtt 10 órakor közel 50. alkalommal rajtoltak el a versenyzők a Schmidt-Ferenc futóversenyen. A start előtt a résztvevők virágokkal emlékeztek meg a pétfürdői Albert pihenőparkban felállított kopjafánál a már eltávozott sportbarátokra. Ez az ország legrégebbi futóversenye, 49. alkalommal rendezzük meg a Péti Terre futóversenyt. Ezt még a Schmidt-Feri, a Péti MT-nek a tájfutó szakosztályvezetője indította el 1970-ben. Figyelem!
Közel 100 futó regisztrálta magát az ország legrégebbi terep futóversenyére. A nevezők három távon, 700 méteren, valamint 5 és 10 kilométeren küzdötték le a borongós, ám mégis kellemes időben a Péti Dombokon kijelölt pályát. Tavaly közel 200-an voltunk itt a Albert Pihenő Parkban. Idén ezt a számot sajnos nem haladjuk meg, bár jönnek, hál' Isten, az utolsó pillanatban mindig érkeznek a futók, 100 körül lesz valószínű a résztvevők száma. A tavaly megrendezett versenyen a kritikus elágazásoknál kihelyezett szalagokat valaki eltávolította. A megmérettetést szervező Maratont TKE idén úgy döntött, más módszerre jelöli ki a pályát, így a verseny lefolyása zökkenőmentes volt. A pálya nem volt a legkönnyebb, elég nehéz felfelék voltak, sziklás lefelék. Az idő az eléggé kedvezett nekünk, hála Isten a nagy meleg és az eső az elkerült minket. A visszatérőkre várakozó kísérők piknik hangulatban mulatták az időt forralt borral, teával vagy zsíros kenyérrel. A versenybírái összesen 4 kategóriában osztottak érmeket. A megmérettetés abszolút győztesei a hölgyek között Eizerle Judit, a férfiak között pedig Bátor Péter volt. A verseny lebonyolításában a PSC Faller Jenő szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma, valamint a Túri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola közösségi szolgálatos diákjai is segítettek. Az elmúlt kedden tartotta meg éves gyermekvédelmi tanácskozását a Család és Gyermekjóléti Szolgálat. A Túrivárban rendezett összejövetelen többek között a szociális jelzőrendszer működését értékelték, illetve annak elmélyítését és még hatékonyabbá tételét vitatták meg a résztvevők. 342 család volt. Hát itt nagyon egyforma ugye a fő problémák száma a gyermeknevelési, ami úgy gondolom, hogy ott még a magatartásit is hozzávehetnék. Az ügyintézés, az információkérdés és az anyagi problémák. Angermanné Csaba Edina, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője, jónak ítéli a városi szociális jelzőrendszer működését, valamint a társszervekkel való együttműködést, azonban, mint mondja, mindig akad javítani való. Jönnek a jelzések, de még mindig van olyan, amikor későn kapjuk meg, vagy sokkal később, mint maga az esemény megtörténik. Én úgy gondolom, hogy minden ember, aki gyermekekkel foglalkozik, kötelessége, hogy ezeket a gyermekekkel szemben elkövetett elhanyagolás, bántalmazás vagy bármi egyéb jelezzék. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett szociális jelzőrendszer még hatékonyabbá tételét célozta meg az önkormányzat, a Várpalotai Rendőrkapitányság, a pedagógusok, óvónők, szociális munkások és az egészségügyi dolgozók részvételével zajlott tanácskozás is. Ők az állampolgárok mellett a jelzőrendszer kiemelt tagjai. A jelzőrendszer tagjai tulajdonképpen minden magyar állampolgár. Nyilván vannak kiemelt fontosságú tagjai, egészségügyi ellátóintézmények, iskolák, óvodák, katasztrófa elhárítás, gyámhivatal, önkormányzat, szociális rada. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenkit felsorolhatnék, mert az észlelő és jelzőrendszernek mindenki tagja. Mindenhonnan kapunk jelzőseket. Itt Várpalotán igen jól működik az állampolgári bejelentés, mert igen magas számba kaptunk. Mondjuk legtöbb esetben inkább felnőttekkel kapcsolatos. Ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, hanem felnőttekre is. Minden olyan családban felmerülő problémát jelezni kell, ami a normális szintet meghaladja. A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzéseket akár anonim módon is meg lehet tenni, mondja a Várpalotai Szolgálat vezetője. 2018-as évben csökkent a jelzések száma. Ezt mondhatnám, hogy teljesen jó, mert hogy nincsenek problémák a gyerekekkel, illetve nem tapasztaltatok olyat, de én mindig úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez áll a háttérben. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, illetve arra is, hogy a fiatalok hasznosan töltsék szabadidejüket. Szeretnék mindenképpen a prevenciós tevékenységre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni.
Sajnos ugye a igen magas esetszámmal dolgozunk, és emiatt ez a tevékenység, ami háttérbe szorul. Hát a nyári táboroztatások azok menni fognak, mind a napközis, mint az ottalvos tábort szándékozunk, illetve csoportfoglalkozásokat szeretnénk indítani. Ugye most már van egy szép új nagy helyünk, ahol van rá lehetőség, hogy egy kicsit belakjuk és gyerekzsivallyal töltsük meg, tehát mindenképpen szeretnénk különböző csoportfoglalkozásokat. Egyik már el is indult a kamasz panasz elnevezéssel. Hát próbáljuk, ugye leginkább a veszélyeztetett korosztályt a kamaszkorba látjuk, ez a 14-17 éves korosztály, ahol már nagyon-nagyon el tudnak durvulni a problémák, úgyhogy mindenképpen ezt a korosztályt, illetve nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél korábbi korba felismerésre kerüljenek a problémák. Tehát ez az óvodás kisiskolás kor, amit még nagyon meg kell fogni, úgy gondolom, jelzőrendszer kapcsán. Az eseményen a Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója után a Családok Átmeneti Otthonának vezetője Nagy Erika is beszámolt munkájukról, majd dr. Purda Zsuzsanna családjogász és Nemesné Somlai Gitta pszichológus tartottak szakmai előadásokat. Hagyományteremtő szándékkal a tavalyi évben rendezték meg először a kölyökvárnapok keretében az óvodások énekversenyét. Az idei megmérettetésen 11 gyermek lépett a háromtagú zsűri elé. A kedd délelőtt megtartott versenyen harmadik lett Bernát Noémi, második helyezést ért el Homor Lili, a megtisztelő első helyen pedig Csernák Hanga végzett. Külön díjat idén Székely Gálfi Dániel kapott. Csernák Hanga és Németh Ákos pedig a tavaszi országos művészeti tehetségkutató verseny döntőjébe jutottak. Hagyományteremtő céllal a tavalyi évben hívták először életre az énekversenyt a Kölyökvár óvodában. Az esemény azóta a nagymúlttal bíró kölyökvárnapok egyik jelentős állomása lett. Igazándiból az ének, mint olyan, szerintem egy kicsikét háttérbe szorul a város rendezvényeit tekintve, és tehetséggondozás céllal hoztuk létre ezt a rendezvényt, és egy kicsit színesíteni próbáltuk a Kölyökvár óvodának a programsorozatát ezzel a lehetőséggel. Elvesztettem zsebkendőmet, szidat anyám érte, annak, aki megtalálja, csokot adok érte. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szapanozni, szabad az én galambomnak, egy pár csokot adok. Az énekversenyen 11 gyermek lépett, a Bognárné Móroc Viktória, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Szabó Szilvia, énekművész, az Országos Musical és Operett Kurzus művészeti vezetője, és Forgács Zsuzsanna népdal énekes, a Cserregő Néptánc Együttesért Alapítvány elnöke alkotta zsűri elé. Az ítészek a tiszta ének, a szövegismeret és a kiállás alapján hozták meg döntésüket. Mert küldött az úrasszony, haja, gyöngye, haja. Nektek hidat csinálni, haja, gyöngye, haja. Minek nektek az a híd, haja, gyöngye, haja. Nektek azon átjárni, haja, gyöngye, haja. Az eredményhirdetés előtt minden résztvevő emléklapot és csokoládét kapott, az első három helyezettet pedig egy-egy hangszerrel is jutalmazták. Az énekversenyen harmadik lett Bernát Noémi, második helyezést ért el Humor Lili, a megtisztelő első helyen pedig Csernák Hanga végzett. A külön díjat idén Székely Gálfi Dániel érdemelte ki. Az eseményen Szabó Szilvia, az Országos Musical és Operett Kurzus művészeti vezetője meghívta Csernák Hangát és Németh Ákost a tavaszi Országos Művészeti Tehetségkutató verseny döntőjébe is. Tavaly még csak próbálkoztam és kíváncsi voltam, hogy azért itt a gyerekek ugye gyerekdalokat, népdalokat énekelnek, és azért ugye a mi versenyünkön alapra, zenei alapra, mikrofonra, tehát sokkal több mindenre kell figyelni, de nagyon ügyes volt a két kisgyermek tavaly is, külön díjat kaptam,
kaptak, hiszen nagyon ügyesen teljesítették és megtanulták azt, amit szerettünk volna. Örülök, hogy az idén is tudtunk egy kisfiút és egy kislányt választani. Ugyanazokat a szempontokat néztem, alapvetően ugye a tiszta éneklés, hiszen énekversenyről van szó, de miután színházról beszélünk, illetve zenés színházról, egy picit, ugyan ők még nagyon picik, 5-6 évesek, de mégis hogyan tudnak előadni, érthető-e a szöveg, amit mondanak, élvezik-e azt, hogy ők egyáltalán kiállnak és énekelnek. Az elmúlt két verseny sikerét látva a megmérettetés életre hívója, jövőre a kistérség számára szeretné megrendezni az eseményt. Az előbbi pillanatokban kaptam megerősítést a zsűri részéről is, hogy jövőre próbáljuk meg kistérségi énekversennyé terjeszteni ezt a rendezvényt, hiszen minden évben, a tavalyi és az idei évben is én úgy gondolom, hogy egy-egy kis kincszemet találtak a zsűri tagjai, úgyhogy jövőre megpróbáljuk, és ez egy nagy megerősítés és visszajelzés volt a számomra, hogy érdemes tovább folytatni és fejleszteni ezt az énekversenyt. A program során természetesen nem maradhatott el a közös éneklés, valamint a körjáték sem. Tavaszi tárlat címmel nyílt meg hétfőn Ősi Kovács Imre aranyecset díjas festő kiállítása a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban. Az eseményen az Ősi Kovács alkotóműhely irodalmi tagozata adott zenés irodalmi műsort. Az alkotó a tárlatot 4 éve elhunyt feleségének ajánlotta. A festészet iránti vonzódás Ősi Kovács Imrénél már 16 évesen megmutatkozott. Több neves művésztől tanult, tehetségét számtalan fiatalkori grafika, olajfestmény bizonyítja, de még a fafaragással is próbálkozott. 19 évvel ezelőtt egy agyvérzés következtében jobb oldala lebénult. Betegségem előtt is dolgoztam, tehát festettem, azóta faragta, akkor mindent. Amikor 19 évvel ezelőtt megbetegedtem, akkor más nem tudtam csinálni. Ugye megbénult a kezem, lábam, és akkor nem tudok más csinálni, akkor jobban álltam a festésre. És akkor elment a röpködöm, röpködös voltam, magkezem meg olyan suta volt, hogy nagyon. És akkor két-három év szép lassan odáig fejlődött a balkezem, hogy én nem tudtam, de festeni nagyon jól tudtam. Amikor megéreztem a festék szagát, a hígító illatát, már nem volt visszaút. Újra elkezdtem festeni. Ezt az eseményt úgy veszem, hogy másodszor is megszülettem, mesélte Imre. A tárlat megnyitón Ősi Kovács Imrét és munkásságát Erdődi Maja, aranytól díjas költő és alkotótársai mutatták be. Látod a napban a lángló bogát? Szikrázó, könyvtől csillogó varázst. A művész mindezekért az égbe megy, vagy lehozza neki a képzelet. Izzó valót kohója emészti, szívének tüzet újraéleszti, múzsája az ő szemét lefogja, és virágzó álomba ingatja. Amikor elkezdek festeni, akkor megtűnik a világ nekem. Elindítom valami jó kis zenét, vagy valamit, imádom a munka festés alatt szól valami kellemes zene, vagy bármi, és akkor nem érdekel már a világ, hogy akkor én vagyok meg a festmény. Úgyhogy így csinálom. Szinte hallani a szellőt, amint dallamokat keresve megszólaltatja a lombokat. Először susogó lágyon, majd fürge ujjai futamokat indít a gajjak billentyűin, végül széllé válik, s felzúg az erdő gyönyörű orgonájának minden hangja. Az ősi dallamra komoly, egyenes derékkal állnak a fák, csak ezer zöld fejüket hajtják meg, ágaikat az égre emelve mondanak olyan öreg imát, ami egyidős a földdel. Tudjuk, érezzük, ez több, mint ha leborulnának. Ősi Kovács Imre saját művészi útját járja, gyerekkori mestere Nagy Gyula útmutatása azonban végig kíséri munkássága során. Nem igen szoktam senkit, hogy mondjam,
favorizálni, sem mindent. Nekem egyetlen ember Várpartán a Nagy Orbácsi volt, az első mesterem. Na, ő volt, aki hatással volt rám. Szentgyászos ember volt. Kovács Imre a természet elfeledett nyelvét értőn tolmácsolja nekünk, sőt, játékos könnyedén. Míg az előtérben a madarak énekére vidáman táncol egy levél, a háttérben kéklő homállyal áll fel egy hegy, és tudjuk, hogy erdő méhében őrzi a még festményé nem született tájat. Ősi Kovács Imre saját alkotói pályája mellett fontosnak érezte a tehetségek felkarolását, ezért kezdett el a festés oktatásával foglalkozni. Az évek során aztán egy komplex alkotóműhely jött létre körülötte, ahol már nem csak festők, hanem írók, költők, fotósok és zenészek is bontogathatták szárnyaikat. Mára több mint 200 tanítványnak segített tehetsége kibontakoztatásában. Rájuk, mint mondja, a mai napig egytől egyig nagyon büszke. Ősi Kovács Imre aztán maga is újra elkezdett írni. Eddig 3 kötete jelent meg, most egy önéletrajzi munkán dolgozik. Az eseményen az alkotó által életre hívott Ősi Kovács alkotóműhely irodalmi tagozata adott zenés irodalmi műsort, valamint közreműködött gitáron Séfer Csaba is. A kiállítás március 24-éig tekinthető meg a Berhidai Kultúrház és Könyvtár nyitvatartási idejében. Közel 10 milliárdos költségvetésből gazdálkodhat idén Várpalota város önkormányzata. A napokban induló a Túrivár környékét érintő zöldváros projekt első üteme mellett több milliárdos nagyságrendű beruházás kivitelezési munkálatai is megkezdődnek a városban és Inotán, derült ki a képviselőtestület februári tanácskozásán. Zárt ülésen a képviselők arról is döntöttek, hogy kik lesznek azok a fiatalok, akiknek középiskolai tanulmányait Várpalota ösztöndíja támogatja. Nyílt ülésen 30 előterjesztést tárgyalt a városvezetés a képviselőtestület februári rendes havi ülésén. A tanácskozáson a képviselők elfogadták a városi cégek 2019-re vonatkozó üzleti terveit, valamint jelentősebb napirendi pont volt Várpalota idei költségvetésének elfogadása. A közel 10 milliárdos büdzsé nagy hányadát különböző beruházások és fejlesztések teszik ki. Kampánári Talabér Márta polgármester a témával kapcsolatban leszögezte, az év legnagyobb feladata, hogy a város rendelkezésére álló összegekből, melyeknek nagy részét az idén fel is kell használni, a beruházásokat jól meg lehessen valósítani. Azért ekkora ez az összeg, mert hogy tartalmazza a különböző pályázati pénzeket, illetve a tavalyi esztendőben a magyar kormánytól megkapott 3,5 milliárd forintos támogatást, aminek a felhasználását már az idei esztendőben fel kell használjuk, illetve a különböző pályázatokat pedig szinte mindegyiket be is kell, hogy fejezzük az idén. Erről szóltam bővebben a képviselőtestület ülésén is, ahol elmondtam, hogy nem sokára indul a Táncsics utcán az üzletsornak a felújítás, ez az első üteme a zöldvárosnak, amit aztán majd május végén, június elején követni fog a vár környékének a megújítása. Megcsináljuk, elkezdjük a
hamarosan az Inota-Várpalota közötti kerékpárútnak az építését. Az idei esztendőben be fogjuk fejezni a turisztikai projektet lent a Nagybivajos tónál, illetve az év második felében elkezdődhet majd a készeléti lakótelepnek a megújítása, felújítása, illetve azoknak a projektelemeknek a véghezvitele, amelyeket ott az irányítóhatóság jóvá hagyott. Megcsináljuk Inotán az orvosi rendelőt. Az uszoda tekintetében felkészülünk arra, hogy az állam elkezdi majd a beruházást. Ezt nagyon sokan várják, úgyhogy erre mi is teljes készelében vagyunk, hogy a régi strandnak a kivételét a beruházás kezdete előtt el tudjuk végezni, illetve készítjük elő az egészségügyet, az ipari parkot, valamint a várat érintő beruházásokat. Igazándiból azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak az idei esztendőben, amelyek a város költségvetését érintik, és a városban megvalósuló munkálatok lesznek. Nagyon sok helyen folynak majd ezek a tevékenységek, úgyhogy most is szeretném megragadni az alkalmat, és kérni mindenkinek a türelmét, és lehetőleg a pozitív hozzáállását annak érdekében, hogy utána pedig mindannyiunk örömére egy megújult és megszépült városunk legyen. A tanácskozáson emellett a képviselők elfogadták még a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2018 évi felhasználásáról szóló beszámolót, illetve zárt ülésen döntöttek arról is, hogy kik lesznek azok a fiatalok, akiknek középiskolai tanulmányait támogatja majd Várpalota. Az ösztöndíjakat a március 15-i városi ünnepségen vehetik majd át az érintett tanulók. Most nézzük kiemelt híreinket még egyszer. Várpalotán is megemlékeztek a kommunista diktatúrák áldozatairól. 49. alkalommal rajtolt el a Schmidt-Ferenc futóverseny. Megnyílt Ősi Kovács Imre aranyecset díjas festő kiállítása a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban. Közel 10 milliárdos költségvetésből gazdálkodhat idén Várpalota város önkormányzata. A hírmozaikot látták, adásunkat most a Szomszéd Vár című turisztikai magazinnal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!